Sziasztok, Simon Tamás vagyok a Mánia Fitness központi stúdiójából. Igen, még mindig abból a központi stúdióból, és nem egy tripla X hollywoodi forgatáson vagyunk, hanem Füzesi Tibi barátom a mai vendégünk, és nem Vin Diesel dublőre. Mert akár ezt is mondhatnám rád, ahogy megjelentél itt vendégségünkbe. Üdvözöllek, Tibi! Üdvözöllek, szia! Füzesi Tibi vagyok, Simon még nem Tamás, találkoztunk. Személyesen. Üdvözlök mindenkit, azt mondták, üdvözölni kell mindenkit, úgyhogy én is üdvözlök mindenkit. Igazából gondolkoztam azon, hogy miért nem voltam még eddig meghívva, de szerintem azért, mert 1000 kilométerre lakok innen. Valószínű ez az oka. Nagyon jól látod. Meg ugye, ami jó lesz most ebben a kis műsorban, hogy jobban meg tudtok majd ismerni. Jobban megismeritek az igazi Füzesi Tibort, hogy nekem mi számít. Szóval nekem nem az számít, mint másoknak, hogy itthon jó nevem legyen, és ez csengjen, és ezáltal több kuncsaftom legyen, vagy egy bizonyos felső szintet érjek el. Nem is tudom ezt, hogy hívják Pesten. Nálunk úgy hívják, hogy olyan vendégköre legyen valakinek, mondjuk, aki edzősködik, aki tele van pénzzel. Én nem erre megyek. Sőt, én igazából nem is nagyon szeretek foglalkozni emberekkel, mert általában akinek minél több a pénze, annál jobban elvárja azt, hogy körülugrálják, és ha például valaki nekem az edzésemre telefont hoz, azt én úgy, ahogy van, elveszem tőle. Na most ez egy ilyen nyávogós embernek, tisztelt a kivételnek, nem fog tetszeni. Ugye elveszem, és kemény edzés van, az se szokott edzeni, mert másnap nem tudnak kézzel, lábbal kelnek fel az ágyból, és ugye most beleláthatok abba, visszatérve az első mondatomra, hogy én nekem mi számít és mi a fontos. Először szeretném, hogyha feltennél akkor kérdéseket. Igen, az igazság, hogy ugye azért a mi nézőink, a sport érdeklődési körű nézőink, azok mind ismernek téged. De ha ne adj Isten, van egy-kettő újonc közöttük, akkor szeretném, ha pár mondatban megemlítenéd, hogy te ezzel a sporttal hogy is kerültél kapcsolatba anno 15-6 éves korodban, jól emlékszem. Jó, hát annyit tudok nektek elmondani, hogy úgy ismerkedtem meg ezzel a sporttal kapcsolatban, hogy megláttam Arnoldnak a filmjét. Bocsánat, te most a kávédba pálinkát rögtál? Pálinkát, igen. Értem. Fertőtlenítünk. Akkor erre kicsit később kitérünk. Jó, kérlek, folytasd. Ezt majd elmondom, egyébként nektek is hoztam, ez egy nagyon jó minőségű pálinka. Elég drága és tényleg nagyon jó minőségű. Ez azért kell, hogy ugye, hogyha beszélgetek, több oxigén jusson az agyba. És visszatérve arra a kérdésre, amit mondtál, nagyon egyszerű ez a sztori. Gerincfeldülésem volt gyermekkoromban, egy teljes S alakot írt le a gerincem, azért, mert lúdtalpam volt. Na most azt mondták, hogy nem edzhetek, csak gyógytornára járjak és ússzak. Na most én elkezdtem gyógytornára járni másfél évig, 13 évesen, utána úszni, és hát csak tetszett nekem ez a gyúrás, megláttam Arnoldot, mondtam, hogy ilyen ember nincs, ez egy Isten, nekem így kell kinéznem, ilyen atlasz testet akarok, és hát eléggé szarul néztem ki 15 évesen. Szóval vastag combjaim voltak, erősek, ugye vékony voltam nagyon, mint aki alultáplált azért úgy, és itt egy, a mellkasomba is egy csont, egy tyúk mellem volt, de nem az a horpattyúk mellem, hanem a másik, amikor a csont kifelé áll. Most már ez nem látszik, mert annyi izmot építettem rá. És ugye elvégeztem ezt a másfél évet, elmentem ott 13-14 éves, 15 éves koromig, csináltam az úszást rendszeresen, ugye kiegyenesedett a gerincem a gyógytornától. Ez adott egy stabilitást, egy nagyon jó vázizomzatot, ugye elég erősek ezek a gyógytornák, nem könnyű, plusz az úszás, az természetesen megint jó, mert mellkas kitágítja, és nem leszünk olyanok, mint a vámpírok, ugye a 70 kilós gyerekek. Most ez nagyon nagy divat, csak kocka has legyen. Na most, így ismerkedtem meg, hogy megláttam Arnoldot, és azt mondtam, hogy én így akarok kinézni. Tehát akkor neked is az igazi nagy klasszisok voltak, van a fő motivációid. Így van. És akkor onnan 16 éves korodban elkezdtél tudatosabban az erősporttal foglalkozni? Hát lemertem menni, ugye pénzem nem volt egyáltalán, lemertem menni egy edzőterembe, ott akkoriban még, hát még pénzem sem volt, szóval azért nem álltunk olyan jól anyagilag. És megengedték, hogy ott edzek. Ugye a katonaságnál is, ugye a katonai edzőterem volt, ami a katonasághoz, a honvédséghez tartozott,
és oda is lemeltem. 150 forint volt egy havi bérlet. Ez 28 éve volt, de vagy 26, nem is tudom pontosan, és akkor az a lényeg, hogy én még azt se tudtam kifizetni. De mivel látták, hogy milyen hévvel és mennyire akarom ezt csinálni, azt mondták, hogy neked ezt csinálnod kell, és gyere Tibikém, semmi baj, nem tudod kifizetni. Mindig visszapakoltam a súlyokat, mindig segítettem, amit kellett, és meghallgattam az idősebbek szavát, és nem úgy csináltam, mondjuk, mint ugye a mai világ nekem nagyon nem stimmel, hogy még engem is megkérdeznek, hogy mondjuk miért van most nagy gyomrod, vagy miért nincs kockahasad, mint versenyszezonban, vagy ilyen hülyeségeket szoktak kérdezni. Ugye ez már az van, hogy teljes képzavarban vannak most ugye a fiatalok. És akkor ugye ott elkezdtem pénz nélkül, de napig egy-két órákat edzettem, akkor is, ha lejött az edzőtársam, akkor is, ha nem jött le az edzőtársam. Én, amikor senki nem ment le nyáron például, akkor is lent voltam egyedül, és volt, hogy egy nap egy vagy két zsíros kenyeret ettem, mert nem volt úgy pénz, és akkor is lementem edzeni. Te igazi motivált voltál, és ugye akkor ez azért sokkal nagyobb szó volt, mert nem volt még motivációs YouTube videó, meg ilyenek, nem, amiből mi motivációt nyerhetünk. Telefon sem volt, nem is volt telefon, persze. Szóval a telefon nem is volt. Tehát ott igazából... Talán ez a nagy... Ezért. Tehát neked jött egy késztetés, beleszerettél be a sportba, és napi akár 2-3 órát is edzettél, és kezdted azokat az információkat akkor összegyűjteni, hogy ez minél többet kell enni, hogy legyen hozzá energia, tömeg így és van. Erő, igaz? Így van. És akkor megismerkedtem ugye Barabás Gyuszi bácsival, egy súlyemelő szakedző volt régen, hát még most is az, mert nagyon jól tartja magát. Úgy tudom, neki volt először edzőterme Debrecenben nálunk, de ő nem a pénzre ment igazából, hanem ő mindig egy ilyen emberséges ember volt, ő nem attól elégül ki, ha úgy mondjuk nem attól, hogy mennyi pénzem van, vagy milyen autóm, hanem ő ember, empatikus, emberbarát, segítőkész, soha nem kért egy fillért tőlem, megmutatta az összes Weider alapprogramot, ugye az elég kemény, az nagyon sok. Szóval, ha valaki itt a Weider alapprogram első 6 szakaszát végigcsinálja, az ilyen nagy táblákban volt fenn a falon annak idején, akkor már izmos lesz. És nem kell hozzá szteroid, nem kell hozzá tápkiég, nem kell hozzá semmi. De ugye, hogy mondta pont Gyuri barátom, ugye Gődén Gyuri, hogy büdös a munka az embereknek, szóval azt hiszik, hogy bedob valami kis tablettát, vagy kis gyógyszert, és akkor ő izmos lesz. Ezt felejtsétek el, senki nem lesz izmos. Attól lesz izmos, hogy edz keményen, kitartóan, rendszeresen, hétvégén nem csapja szét magát, ugye rendszeresen, csak mit tudom, egy évben egyszer vagy kétszer, mert néha kell lazulni, de ez se feltétlen, és akkor folyamatosan jön az izomtömeg, kifejlődik a gyerekből a férfi, az ember, ember lesz belőle. Nem 30 évesen még mindig van szép bicepsze, szép válla, de oldalra fordul, és úgy néz ki, mint egy válaszfal. Szóval nagyon gáz. Én úgy veszem észre a szavaidból, hogy akkor az igazi 90-es évek alapokat tanultad meg, amit Arnold is képviselt, meg Magyarországon is az akkori testépítő élvonal, Kisjenőtől kezdve sorolhatnánk jóval elek. Akkor igazából te ezt a mai napig ezt viszed tovább. Mert ha például a mostani formádra ránézek, tudod mi jut eszembe? 90-es évek Lee Priestje, vagy a 2000-es évek elejéről Jake Atter, mert amikor ők tömegeltek, akkor valóban tömegeltek. És hát akkor ezt le is veszem, és akkor jobban látszik. Mondassuk meg, így van. Mondjuk itt elég hűvös van itt benne, de nem is baj egyébként. Ezt ide letesszük, és akkor így lehet jobban látni, hogy állj mellém, légy szíves, és akkor úgy jobban lehet látni, hogy azért egy elég széles vállú gyerek. Én most egy fitnessesebb alkat vagyok, igazából a hétköznapokra, te meg egy feltömegelt testépítő. Így van. Köszönöm. Úgyhogy így jobban látszik így a különbség, hogy mit tudom én, 10 vagy 20 kiló különbség van izomtömegben, ezért vannak a kategóriák, ugye? Így van. És igazából a kategóriák, az régen igazából úgy beszélgettünk, hogy volt a kategória a testépítés. Így van. Nem? Így van, tudod, nem beszélgetünk nagyon kategóriákra, mert voltak a női sportolók, meg a férfi testépítők, és kész. Így tehát van. Erről szólt a 80-as, 90-es évek, és akkor a 2000-es évek elejétől már elkezdett ugye ez változni, és rengeteg új kategória jött be.
De térjünk vissza arra, hogy te igazából mai napig a kemény vonalas testépítés képviseled, igaz? Így van. Most olvastam pont egy cikket, ugye követem a nagyobb testépítőket, például mint Dorian Yates-et, és ugye Flex Filler-t, meg még rengeteg embert, próbálok ellesni egy-két titkot tőlük, és hát a Dorian Yates is azért lett nagy, ugye, mert hát most úgy hívják, hogy hitmódszer, úgy tudom, ezt olvastam. Nálam ez a sima régi testépítő és ugye erőemelő, meg súlyemelő vonal az, amitől igazán nagy izomtömeget tudott elérni. Na most figyeljetek rajtam, én néztem a mostani versenyzőket, én alig szedek valamit, vagy alig nyomok valamit cuccot, és rajtam lóg a hús, szóval kurva sok az izom rajtam. Néha már majd meg fulladok, szóval a csukjám nyom, ha felrakom a kezem, alszok, akkor a nyakam elnyomja a mellizom, az artériát, szóval ennél többet már nem is akarok, mert nem tartom szépnek, és a mai testépítőket tisztelet a kivételnek, ugye nagyobb kategóriákban, Mr. Olympiában egyáltalán nem tetszenek, nem is nézem őket, ez így lehet másoknak furcsa, de nem. Én, hogyha Mr. Olympiát akarok nézni, akkor megnézem a 80-as, 90-es évek közötti szakaszt, és akkor nézem, hogy ott áll 15-20 ember, aki ekkora dereka van, és ilyen válla, ilyen mellkasa oldalról, gyönyörűek. Mindegyik egy kicsit más. Igen. Nekem ez tetszik. Ha már versenyzésről beszélünk, azért jussunk el a te történeteddel is odáig, hogy versenye. Te még abban az időszakban voltál sorozatosan dobogón, különböző versenyeken, és akár első hely, vagy második, harmadik, amikor még sokkal nehezebb volt elérni egy testépítő kategóriában a dobogót, sokkal nagyobb presztízse volt egy Budapest bajnokságnak, egy magyar bajnokságnak. Tehetségkutatón igen. Kellett részt venni, mielőtt ide eljutottál. Így van, fekve kellett nyomni. Így van. Tehetségkutatón, haláldiétáson. Mesélj erről az időszakodról. Milyen versenyek voltak, mit értél el? Hát rengeteg versenyem volt, nem tudom, több mint 30 versenyen indultam. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Valószínű azért is van egybe a vesém, az agyam, a prostatám, ugye, amely férfiaknak nagyon fontos, ugye, főleg a mai világban, hogy nem kokszoltam szét az agyamat, nem tettem tönkre magamat, próbáltam nagyobb dózisokat annak idején, de nem volt annyival többet nem adott, mint a kicsi. Szóval inkább a kaja a nagyon fontos, a pihenés és az edzés, az rengeteg edzés, a minőségi kaja, ugye már akkor, de ha tömeget növelünk ugye a fiataloknak, hogyha csak sima konzervet veszek, a 300 fontos konzervet, és abból eszik meg naponta egy kilónyit, akkor is izomtömeg jön rá, kox nélkül. Szóval bizonyos szintek vannak, ki milyen szinten áll, középhaladó, kezdő, profi, ugye most mindegy, hogy van kártyád, nincs kártyád, már egy 20-25 év után, ha jól nézel ki, szép vagy, akkor az profinak számít, legalábbis nekem. És mi is volt a kérdés? Bocsánat. Az, hogy milyen verseny élményeid voltak? Mi az, ja, amire ugye legbüszkébb vagy igazából? Hát, én szeretném ezt így igazából így elmondani, de annyi rengeteg pozitív hatásért, például 17 évesen már elmentem, és ugye vidéki gyerekként mindenki azt mondta nekem, hogy ez így nem megy, hogy neked nincs pénzed. Na most ugyanúgy zsíros kenyerrel is fel tudtam készülni a versenyre. Ez így hülyén hangzik, de tényleg így volt, csak ugye minimális kalóriabevitel, teljesen lecsökkentettem a kalóriabevitelt, és ezáltal mégis versenyformát tudtam elérni. Jó, nem olyat, mint a most ez a agyonszárat, szinte halott mumia testet, ami szintén nem tetszik nekem, de már akkor olyan élményeim voltak, hogy ugye azt vettem észre, hogy izmosabb lettem, ugye én mindig egyenes voltam, amit nagyon sokan nem szeretnek, sőt, inkább nem tudom, 90% az embereknek nem szereti, hogyha egyenesen elmondja a véleményét. Jó, nem kötelező elmondani, természetesen, de sajnos én mindig valahogy úgy fordulok, hogy ezt muszáj oda mondanom, mint edző, hogy figyelj, ez így nem megy, vagy nem lesz belőled semmi, vagy nem tudom. De talán ez az őszintesség az építő kritika, nem? Tehát igen, ugye ott kapod igen. Meg a valóságot, ha igen. Már a igen. Tanácsért hozzád fordulnak, netán még fizetnek is érte, akkor... Igen.
Most mit akar megfizetni, az, hogy hazudsz neki, amit szeretne hallani, vagy a valóságot elmondod? Hát ez az, hogy a fiúk most ezt csinálják, hogy hazudnak, de ez nekem nem tetszik, de aki magára veszi, aki nem, nem is érdekel. Én nem ebből élek, én mindig elmondom az igazat, és ha tetszik, akkor építő jellegű a kritika, hanem akkor meg menjen haza sírni, szóval teljesen mindegy. Amikor 17 éves voltam, akkor elfelejtettem fölvinni Budapestre a személyigazolványomat. Ugye akkoriban még nem nagyon volt ez szokás, hogy személyigazolványt kérünk, vagy valamit egyáltalán igazoltatni, szóval ez nem volt ilyen nagy divat, mint most. És hát elfelejtettem fölvinni a Magyar Testépítő Tehetség Kutató versenyre, és nem akarták engedni, hogy induljak. És én kimentem, és elkezdtem sírni. Hát voltam 17 éves, ugye erre készültem, ez az álmom, és én nem vehetek részt. Na és akkor egyszer csak jött az egyik bíró, nem tudom, már nem emlékszem, hogy ki volt, ez már 26 év körül, vagy 28 éve volt, és mondta, hogy na gyere akkor, és akkor majd elküldött postán a fénymásolatot. Szóval ez egy nagyon nagy gesztus volt, és harmadik lettem. Elég sokan indultunk, vagy tizen, nem tudom hányan, ugye junior kategóriában, én mint vidéki, akinek fogalma nem volt semmiről, de csináltam ugye, amiket olvastam az Arnold könyvből, meg innen-onnan annak idején, és akkor egy nagyon nagy élmény volt, szóval iszonyat jó, és utána rá egy három hónapra meg egy vidéki bajnokságot meg is nyertem, ahol elvileg vidéki bajnokság volt, ugye, de pestiek is indultak, és ez nekem az nagyon nagy volt. Akkor még az MLO volt, igen, igen. MLO termék, és akkor én nyertem, hát el volt a májó, hogy hú, de jó, meg minden. Akkor te is dőlt, hogy te a versenyzői így pályát van. Szeretnéd így van, akkor megcélozni. Még nem tudtam, hogy ez mennyi pénzbe kerül, hogyha nem 75 kilós kategóriába akarok lenni, hanem egy komolyabb izomtömeget felépíteni, de nem bántam meg semmiféleképp. Értem. És azóta, hogy telnek a napjaid? Volt a versenyidőszak, versenyeztél, voltak a versenyek, jöttek az eredmények. Utána ugye eltűntél, és újra feltűntél egy bizonyos videóval, ami a YouTube-ot felrobbantotta. Ez volt a testépítés feketén-fehérem. És ugye egy nagyon igazmondó és szókimondó karaktert ismerhettünk meg, mint ahogy ugye te is be is mutattad most magadat. És hogy érted meg ezt a forgatást, hogy hogy jött ez nektek, hogy megcsináljátok ezt a bizonyos videót? Na most ezt úgy kezdtük, hogy ugye a Lacival kezdtük, ő most már katona, sajnos ő nem csinált semmilyen felvételt, le lett tiltva, de Laci K-val, ő még akkor még kis gyerek volt, ilyen 18 körül, én meg akkor, mit tudom én, 30, mondom, hogy kellene valamit alkotni, mert nincsenek jó videók fent. Egyedül még a Bani csinált akkoriban ugye videókat, azt mindenki imádta, és mondom, hogy csináljunk egy filmet. Én szeretnék egy filmet, egy testépítő, egy keleti filmet. Szóval, hogy keleten hogy edzenek az emberek, és hogy ez a keleti vonal, ugye ez a majdnem itt Oroszország, meg Ukrajna itt mellettünk, meg Románia, ugye, ami valójában magyar rész, na mindegy, ebbe ne menjünk bele. És akkor, hogy mink európaiak, itt, ahol a anyagilag nem megengedett annyira, mint máshol, az edzés és a hozzájutni a szerekhez, a vitaminokhoz, meg semmi tápkieg nem volt, hogy mégis ezt bemutatni. És ezt úgy terveztem, hogy ezt felveszem, és egy több verseny felkészülést belerakok, és akkor mondta, ugye akkor Gyurival nagyon sokat mozogtunk együtt, ugye a Gődény Gyurival, ő mondta, hogy bele, akkor nyitotta a Cutler 2-t, és akkor hogy rakjunk bele másokat is, meg Lacika is mondta, hogy akkor legyenek benne többen, és akkor jött bele ez a Béla brigád, ugye Bécinek a brigádja, hogy minél színesebb legyen? Hogy színesebb legyen, hogy több oldalról lássák a hallgatók, vagy a mozinézők, hogy mi van. Na most nekem ez annyira nem tetszett, mert a saját filmemet nem csináltam meg. Ugye? Így akkor kicsit azt félretetted, le kellett söpörni, és teljesen másképp kellett előadni ezt a dolgot? Nem, én úgy adtam elő, ahogy voltam, csak én azt vettem észre, hogy emiatt a reklám miatt az én részem az háttérbe lett szorítva. Szóval onnantól kezdve az én tervem, az én nézetem az eltűnt, és közben jött ez a Cutler, a Skytech, a mit tudom, ez a sok másnak
fontos dolog, nekem, de, nekem szar. Ugye? De, ki, de, ezt, de attól függetlenül azóta is mindenki úgy beszél erről a filmről, ugye? Hogy Füzesi Tibi. Senki más nem hallok belőle, hanem azt hallom, hogy Füzesi Tibi. Jó. Tehát azért ez, a te karaktered az, az megragadta az embereket. Köszönöm szépen. Hát örülök neki, de a többiek lehet annyira nem örülnek neki, de szerintem nem érdekli őket már. Viszont azóta látom, hogy eltelt 10 év, és még Krisztián csinálja. Krisztián az még mindig csinálja, ugye itt Pesten ezt, a, ezt az edzést. Ugye ő most szerintem egész jól néz ki egyébként. A Berecki Krisztián. Berecki, igen, igen, igen. Jól néz ki. A többieket úgy látom, hogy ezt így elengedték, ezt a sztorit. Mi a véleményed a mai testépítésről? A mai testépítés? Hol? Magyarország. Kezdjük Magyarországon. Ugye legfőképp ez érint minket. Magyarországon, ugye én most elmentem innen, lassan 10 éve elmentem Magyarországra. Én nem tudom azt, hogy, hogy itt mi folyik. Amiket látok, egyben, egy oldalról pozitív, hogy rengetegen edzenek, és tényleg világtalan már edző, meg mit tudom én mi. Ennek van egy pozitív oldal, hogy mindenki mozog, egészséges, és ez tök jó. De valójában ez nekem nem tetszik, hogy mindenki edző, szóval egy 60-70 kilós gyerek, aki mit tudom, edz pár éve, ne akarjon már tanácsot adni mondjuk egy olyannak, aki mit tudom, nem kell, hogy úgy nézzen ki, mint te, vagy én, vagy mit tudom én, hanem egy olyan, aki sportol, de már lehet az jobban tudja, mint ő, és a papír hát nem... felhígult ez a szakma. Így felhígult, és ez nem ad semmit, és verik a mellüket, hogy én izé vagyok, edző, ez nem megy ez a sztori, ez nekem nem tetszik, de mondom a pozitív oda, hogy mindenki edz, és ez egy nagyon jó dolog. Jó, de mi a véleményed? A mi asztalunk a testépítő sport, beszéljünk arról. Mi a véleményed a mai versenyekről? Ha nem tudom, mennyire követed ezt. Nem nagyon ugye, követem, ez azért vagy a mai versenyzőkről például, ugye mostanában nagyon sok világbajnokunk van. Ez most szerinted jó vagy sem. Nagyon mindenki sok... világbajnok. Igen, igen, már van vagy 10 az utcásákon már az is, a, aki a földetársa, az is világbajnok, mert rom száraz az alkoholtól. Igen, igen, szóval... Meg azért mostanában nem egy profit kinevelt a sportunk, és ugye már IFBB prók is vannak. Mondjál embereket, mondom én, mi a véleményem. Például, aki elsőre most eszembe jut, az... Berkes, Bereg Gábor, bocsánat, Bereg Gábor, ő például egy alacsonyabb testépítő. Figyelj, nagyon egyszerű a sztori, Bereg Gabi, ami munkát belevitt abba, amit ő csinál, az egy nagyon szép dolog. Szerintem ilyen fiatalon szép eredményeket ért el, de egy kategória, egy alacsony kategóriába, igazából az alacsony kategóriánál is alacsonyabb. Szóval itt Gabit nem akarom megsérteni, de Gabi tudja, hogy ő belőle nem lesz olyan testépítő, mint a kis Jenőből. Lehet, hogy neve van, meg tisztelik és szeretik, mert jó gyerek, de ez nem az a sztori. Szóval, hogyha feljebb akar valaki menni, én is tudom, hogy én meddig tudok menni, mondjuk a 2-12-be, szerintem, hogyha én komolyabban felkészülök, akkor szerintem, ugye a derekamat teljesen lefaragom, minden, van rajtam egy jó massza, egy maximális kategória súly, kicsik az ízületeim, ha rendesen beszáradok, akkor szerintem egy jó eredményt tudok elérni. De ő szerintem, vagy aki ilyen alacsonyságú, hiába van rajta esetleg még egy kicsivel több izom is, vastag a dereka, az izom már a rengeteg nagy nehéz súlyos felhúzástól ilyen vastag rajta, nem esztétikus. Na most, hogyha nem esztétikus, ezt biztos nem mondják neki, ugye? Nekem is, ha azt mondják, most kövér vagy Tibi, igen, kövér vagyok, de én most kövér akarok lenni. Szóval nem sértődök meg. Én már ezen túl vagyok ezen. Igen. Nagyon ritka az, hogy valaki így kimondja a véleményét, mert nálunk Magyarországon az van, én nagyon sok emberrel beszélgettem már itt ezen a kanapén, hogy mindenki kicsit próbál diplomatikusan, nem szeretne, mert ha elmondja, azt, mindenki azt hiszi, ha elmondja a véleményét, az a vérig sérti a másikat, vagy nem tiszteli, holott nem erről van nem, szó. Nem tisztelem, hanem sőt, abszolút tisztelem. Igen. Nekem abszolút. Például az édesapám, ilyen, vele rengeteget beszélgetek erről a sportról, Simon Istvánról, ugye ő nagyon régóta ebben benne van a kezdetektől, és ő mindig el szokta nekem mondani ezeket a véleményeket, mikor mutogatom neki a mai sportársaimat, profikat, stb. És mindig ilyen véleményem van, és mindig azt mondja, hogy nem érti, hogy az edzők ezeket a sportokat miért nem világosítják föl, vagy miért nem tereli kicsit más útra, vagy más technikához, vagy más edzésmódszerhez, vagy miért nem kicsit, rántja kicsit vissza a talajra.
Tehát ez hiányzik a mai kommunikációból, emberek között is. Elmondom én neked, mert én olyan családban nőttem fel, ahol gyerekkoromban lőni tanítottak, nem a számítógépen lövöldöztem, hanem fegyverrel, engem így tanítottak, katona családban nőttem fel, és ha jól tudom, talán egyszer se dicsértek meg egész gyerekkoromban, és ez bennem olyan dühöt keltett, amit pozitív irányba a sportba belenyomtam, mai napig, ha én lemegyek edzeni. Ettől lettél még jobb, nem? Így van, eltorzul az arcom, én lemegyek, én ott kiadom a dühömet, nem mást verek meg, vagy mit tudom én, darabolok fel, hanem lemegyek és szétedzem magam, és nem szeretem, ha hozzám szólnak, nem azért, mert én nem akarok kommunikálni mással, hanem az én időm, az senki másé, az az enyém. És akkor ne zavarjon senki, kiadom a súlyokon, és akkor 100-120%-ot belevágok az edzésbe, és utána bármit lehet, ugrálni lehet a hátamon, teljesen mindegy, akkor megnyugszok. Szóval ez egy másik sztori. Igen. Menjünk most, kicsit tovább most szerintem. Most már nem így járnak le edzeni. Igen. Szóval nincs ez a belső tűz, és ahhoz nem kell mondom testépítőnek lenni, hanem... Hobbiból is lehet elvakultan edzeni, és egy jót, egy keményet. Így van. Molnár Peti. Petko. Na hát mondom, Petivel egy probléma van. Szóval én találkoztam vele nem egyszer személyesen, nagyon visszafogott, úgy viselkedik, mint egy hát kicsit csajos. Szóval mindig kedves, mindig intelligens, én nem hiszem el, hogy valaki ilyen legyen, vagy nyugtatót szed, vagy én nem tudom, de jól fotózható, jól néz ki, lehet fotózni, fotogén, de élőben nem nagyobb, mint te. Én mellettem meg fele, akkor amit én. De ő az igazi klasszikus testépítő, ilyen derék, ilyen izületek. Az nem. Az azért van, mert genetikailag szét van csúszva az arány. Szóval neki vastag a térde, aránylag vastagabb, mint az enyém például. A mellkas csontozata lapos. Szóval, hogyha figyeltétek a genetikát, ektomorf, endomorf, ennek a keveredése, ugye, mezomorf, akkor ő egy ilyen kevert genetikájú, és viszont azért néz ki esztétikusan, mert pici a dereka, de viszont nem tud normális teljesítést nyújtani, két hibája van neki. És ezt ő biztos tudja, de ő így jól érzi magát, mert így eladhatja magát, jól keres, a szokványos utat járja, amit mások. Na most én ugye nem ezt járom. Ő tudna, két hibát követel. Az egyik nem zabál, nem eszik. Szóval, hogyha valaki testépítő, 8000 kalóriát be kell vinni, vagy 6000-et, vagy nem tudom mikor mennyit, és ebben ezt nem lehet úgy, hogy nem eszek ilyen süteményt, nem nyomom a tömegnövelőt okádásig, éjszaka nem kelek fel, hajnal 3-kor, csak egy tipp, hajnal 3-kor mindig felkerek és iszok egy turmixot. Hogyha nem turmixot, akkor túrót eszek. Szóval, aki ezt nem csinálja, az ne várja azt, éhes a test, éhezik a test éjszaka, míg te alszol. Én nem is tudok aludni, szóval nekem ez berögzült, én hajnal 3 felkelek, minden nap felkelek, és minden nap megiszom, és reggel úgy kelek fel, nem úgy, mint a mosott szar, hanem úgy kelek fel, ahogy kell felkelni egy férfinak. És reggel 6-kor, 7-kor fel tudok kelni. Jó, lehet még kóvágok, mert mit tudom, nem vagyok képbe, de akkor úgy kelek fel, hogy érzem, hogy töltött az izom, hogy erős vagyok. Ugye, és aki nem ezt csinálja, az éjszaka ugye leépül a szervezet szépen, aztán ennyi. De visszatérve Petiről, nem zabál, nem eszik, nem tud akkora. Szóval ez, ilyen kis pici derekam lenne, mondjuk ezzel a válszélességgel, meg háttal, mert nekem nagyon csúnyán, már pupos a hátam, annyi izom van rajta, ezt majd látni fogjátok, ha felkészülök versenyre, hogy szörnyű a hát, akkor meg a lába is vékony volt. Most néztem a versenyét, nagyon vékony volt a lába, szóval ezzel 2-12-ben nem tud labdába rúgni. De ő azt hiszem most váltottán, ő a klasszikus testépítésben van, és úgy készül az olimpiára. Ugye mindegy, hogy készül. A Király Laci, Király Lacival egyetemben. Igen. A Király Laci az fényévnyire jobb, pedig ő nem 25 évez, vagy 30, hanem az a gyerek, az kurva jó. Szóval én ilyet nem szoktam mondani senkire, de hogyha a Király Laci betömegel, zabál, úgy, ahogy kell, ugye, és ne felejtsétek el, nem csak minőségit, szóval olajozni kell belülről az izmokat, a testet, hogyha nem kapsz zsírt, eleget, vagy nem ilyen magvas olajok, meg ilyen fasságok, persze vércsoport függő, akkor nem lesz igazán húsos vastag.
Szóval nézzétek meg a régi testépítőket, ott van, mondom, csak Dorient mondom, de akár még egy ilyen bél, ekkora, ilyen feje nagyon van. Nagyon fel voltak tömegelve, mindegyik 90-es évek testépítői. És utána hogy néztek ki? Mint a szobrok. És ugye a Király Laci ott van, meg a Peti nem fog betömegelni, mert ő tartja ezt a finom vonalat, ez nem az a vastag testépítő, brutál sztori, hanem ez a eladom magam, de a Laciból még lehet valami. Ha nem bassza el, nagyon jó edzője van egyébként, mert egyszer megnéztem pont a ti adásotokat, akkor belőle még akármi lehet. Ha nem ég ki, hogyha nem szúrja szét magát, akkor nagyon jó lehet. Én beszélgettem vele már itt a kamerák igen, előtt is. Igen, azt megnéztem, mert intelligens, normális srác, szépen igen, beszél. Tartjuk a kapcsolatot, és ő is azt vallja, amit te. Nem az adagokkal van elszállva, sőt, az amatőr korához képest az adagok visszább lettek véve most, hogy már profi versenyző, és nagyon a kajára, a regenerálásra, a kalóriabevitelre fókuszálnak. Teljesen újraépítette az erőedzését, többek közt a guggolását is, stb. És ezért építi ezt a nagyon masszív fizikumot. De már masszív fizikum megkenés, úgy látom, hogy te se teszed ki a lábad krémes nélkül, mert a pálinkát, a krémest, meg ezt a kis gumibogyószörpöt, amit szülcsöz, ezt te hoztad. Mik ezek? Hát ez egy ilyen mézes okosság. Ez azért van, hogy ugye a májamat, meg a sejtjeimet tisztán tartsa, ugye ez nagyon fontos, hogy ne legyünk, így is tele vagyunk méreganyaggal, ugye főleg, ha valaki még tol valami cuccot, és ezt kompenzálni kell, szóval a persejnek mind a két oldalába kell rakni, nem csak kizsigerelni a testet, hanem adni neki egy kis méregtelenítés, ugye ezek nagyon fontosak, hogy beteszel havonta egy vagy két napot, amikor csak ízét eszel, csak gyümölcsöt eszel mondjuk egész nap, kóstold meg. Én ezt odaadom neked, ez ilyen, hát igazából ginzeng, de mindjárt megmutatom a kamerának, ez egy ginzeng kivonat, ugye. Várjál, úgy ígyan meg, hogy azért most a páron várandós, óvatosabbnak kell vele bánnom. Tehát... Igen, ettől vadulsz, szóval ez egy ilyen sztori. Ez nem reklám, csak úgy mondom. Szóval én semmit nem reklámozok, de ha már belementünk ezekbe a témákba, a reklámról. Szóval engem volt egy kapcsolatom a biotech-kel még régen. Ugye ez egy nagy cég volt régen, nem tudom, hogy most milyen cég. Itt a lényeg az, hogy én azt hittem, hogy ez milyen kurva jó dolog. Na most ez nem volt jó dolog. Küldtek nekem olyan anyagot annak idején, ez több mint már 10 éve volt, hogy mondjuk a Creo alkalin miért jó, és hogy én azt szedem, és hogy én ezt mondjam el, hogy ez miért jó. Na most gyerekek, én nem hazudok, szóval engem ezért utálnak egy csomóan ezekbe a körökbe, mert nem tudtam azt mondani, hogy ez jó, és akkor felhívtam a tulajt, vagy a szervezőt, hogy figyelj már, de mi a szar ez, mondom, én vidéki gyerek vagyok, azt sem tudom kimondani, amit te leírtál, és azért van egy-két iskolám, de nem tudom elmondani, amit felírtál nekem. Szóval a mondatot nem tudom összerakni, és ezt még, hogy meg is tanuljam neked ilyen sorban. És hitelesen előad. És ez hitelesen, szóval ez egy nagy szar. És akkor, de hát Tibikém, ezért vagy támogatott. És mondom, mivel támogatsz? Mondom, egy doboz fehérjét az havonta. Mondom, ki mit csináljak vele? 8-at eszek meg havonta. Vagy mi 4-et. Akkor ezzel össze is foglaltad a következő kérdésem, mert akartalak kérdezni, mi a véleményed a szponzorokról, akik ott állnak elvileg állnának a sportolók mellett? Semmi, az egész egy nagy szar. Szóval senki nem segít senkinek. Most esetleg van egy-két olyan ember itt, most Magyarországon, akinek segítenek. De nem, ez nem segítség, hogy adsz neki egy kreatin, meg mindig benne van a reklámokban, és ez nem ez a segítség. Hanem az, amikor ki kell rakni gyógyszerekre pénzt, vagy ki, és találjál jó gyógyszert. De ez a probléma, hogy mindenféle szar van. És hogy ebből problémák lehetnek a srácoknak, meg a lányoknak, meg szóval elég torzulás, meg mindenféle, fel tudnám sorolni, vagy 20 féle problémája lehet egy embernek ebből legalább. Ezért nem árt néha egy jó vizsgálat, ami mondjuk magánúton megy költségesen. Én rendszeresen tehát vizsgáltatom magamat, és hála jó Istennek minden rendben van velem. A probléma az, hogy ugye ezt nem támogatják, és nem adnak oda 100 000 forintot, hogy na Tibikém, látom, hogy te el fogsz jutni egy komoly versenyre, és akkor viszed a nevünket, vagy valami reklám, vagy promóció, itt van 100 000 havonta,
vegyél belőle hús magadnak. Plusz 100 ezer a zöldség, plusz nem tudom mennyi a tápkiek, 300 ezer minimum. És akkor még belerakni a munkát, és akkor ne, ez nincs. Ezt felejtsétek el, ez nem létezik. Ha létezik, akkor légy szíves, majd írjátok meg, hogy ki az, mert akkor felhívom, megkérdezem, hogy ja. Jó, úgyhogy ezt felejtsétek el. És ebből kifolyólag, ami fontos, azért csináljátok a sportot, ne azért, hogy celebek legyetek meg ilyenek, hanem a sportnak a szeretete miatt, a sportot, aki szereti, az mindegy, hogy hanyadik lesz egy versenyen. Érted? Pontosan. Most, mint elém is beraktak nem egyszer olyan embert, aki szarabul nézett ki. De berakták elém. És ugye ezt más is látja. És ez gáz. Például voltam bíró, és akkor, amikor voltam bíró, láttam, nem mondom a nevét, mert nem akarom lejáratni, szóval köszönd meg, ott tudod-e, hogy kiről van szó, hogy fogja és beírja a saját edzetjének a plusz pontokat, mondjuk különböző a 7 alappóznál. És akkor ránézek, és mondom neki, te mit csinálsz? Itt tudod, hogy jó oldalra nem. Mondtam, te mit csinálsz? Ez nem jó pontozó. És akkor néz, így csinál így. Így. Szóval ez egy nagy szar. Szóval, és szara volt az ember, és annak írta be a plusz pontokat, érted? Mert ha jobb, azt mondom, oké, de nem volt jobb. És nekem volt, aki haverom volt, és annak is mínusz pontot írtam, mert a másik jobb volt. Szóval ez nem haverság kérdése, nem pénz kérdése, hanem ez egész a sportnak a szeretete, a maga az, hogy építed a testedet, csinálsz egy gyönyörű testet magadnak, ezt odaadod, a párodnak odaadod, esetleg akkor, hogyha szereted magad mutogatni, megmutatod másoknak, hogy mit építettél föl, ez egy szép dolog, de ez már nem erről szól. Megfordult a dolog, mert régen mi azért kezdtünk el edzeni, mert szerettük a vasat, a kemény edzés, és közben tömegesedünk, még erősebb férfivá válunk. Így van. Ugye így most van. Megfordult, most úgy kezdődik a dolog, hogy azért akar egy versenyre fölkészülni, hogy ezáltal igazolt legyen a sok fölösleges magamutogató poszt a Facebookon meg az Instán. Ebből adódóan akar hiteles személyi edző lenni, különben nincs is meg hozzá tudása. Tehát megfordultól érdekből kezdenek el a sportunk felé fordulni, és nem élvezetből. Nagyon kevesen vagyunk szerintem most már azok, akik valódi élvezetből csináljuk. Az oké, hogy utána már automatikusan jönnek hozzá a kapcsolatok, az ebből kiforgatható jó dolgok, de nem mindegy honnan és miért indultunk. Így van, így van. Mondjuk téged is így most, hogy meg is vagy, nagyon szimpatikus vagy, viszont még akiket tudnék mondani, akik ugye komoly emberek, például ott van az a roma származású srác, hogy hívják, milyen Béla? Pont őt szerettem volna kérdezni. Béci, igen, a Kökény Béla. Kökény. Így van. Ő lett volna a következő név, akit szeretném megkérdezni. Most nagyon nagyot fejlődött az idénre tömegbe. Ráadásul úgy, hogy ugye azért biceps sérülésen van túl. Tudom. Őt például te hogy látod, mint ilyen régi vágású testépítő? Én azt mondom, hogy az a munka, amit ő beletett, az már kétszer annyi munka mondjuk, mint amit mondjuk a szikla beletett. Ugye így ismeri. Így hívja. Ő a Bereg Gábor a szikla. Van. Azért szikla, mert brutál minőséget szokott hozni. Igen, de most már ugye nem szikla, hanem egy tömb. Szóval most már nincs meg az a forma neki, az a csinos forma, hanem egybe van az egész, annyi izomtömeg van rajta. Szóval én is most, hogyha még felszedek 20 kilót, nem így fogok. Köszönöm. Szívesen, majd megiszom. Igen. Nem, akkor már nem ez lennék. Szóval még most tudok egy nagyon csinos formát hozni, de utána eltorzulok, ez mínusz pontozást fog eredményezni, nem néznek fel rá, csak azt nézik, jó sok izomtömeg, de nézze csak annak milyen szép kis dereka van, és ugyanannyi izomtömeg van rajta. Kit pontoznak? A másikat. Ez így van. Ezt figyelni kell, ezt az arány. És szóval akkor a Béla? A Béci az hát én nem gondolom magyarul, ez kurva jó az a gyerek. A brutál izomtömeg, brutál jó. A nagy tömegből visszavékonyodik a dereka. Így van, és ugye együtt is indultunk versenyen, még annak idején a Badisportkupán, és meg az a izomtömeg a lábán. Szóval ezt nem lehet hozni, legalábbis én nem tudom hozni. Földön kívüli látvány különben. Így van, viszont én nagyon csalódtam abban, hogy milyen eredményt ért el. Szóval most az utolsó versenyeket nem láttam, nem követtem, mert kint voltam külföldön, és nem tudom. Csak azt tudom, hogy egyszer elment, és hogy nem jó eredményt ért el.
Most nagyon nagyot lépett előre, igen? Mert ráadásul a 2012-ből föllépett az nagy királyok közé az Openba. Igen? És az Openba az komoly. Éppen, hogy lecsúszott a top 6-ról, ha jól emlékszem, hetedik lett. Uh-huh. És ez nem az a hetedik, mert általában nagyon sokan kirakják. Igen. Hetedik lettem. És akkor mindenki azért, hetedik. Mert ott mindenki hetedik. Igen, igen, igen. 25-ig. Én jártam így. Én kicsi volt az izomtömeg. Ő ott a BC kategóriájában 15-ig be van rangsorolva a helyzet. És ő valóban a pontozó lap is ki van részletezve, ő éppen, hogy lecsúszott a top 6-ról, uh-huh. élete első open profi versenyén. Tehát most, hogy nagyon sokat fejlődött tömegbe, uh-huh. ez a 170 centiéhez, uh-huh. 168-170. Annyi, mint én. Igen. Annyi, mint én. És keskeny maradt a derék, megjött hozzá a profi láb, uh-huh. Amivel neki még sose volt gondja, de még az is fejlődött. És most nagyon nagyot aratott, úgy szólván. Milyen verseny? Azt hiszem, nem is tudom melyik volt. De mi ez? Arnold Classic? Hogy van este ez? Most egy profi verseny volt, azt hiszem talán a románoknál. De az Arnold Classic is profi verseny, van az amatőr. Van az amatőr, profi. Van a profi. De itt ezen a versenyen a BC indult, olyanokkal indult egy kategória, mint Rolly Winkler. Láttam. Meg ezek. Na és így most így sikerült neki nagyon jó eredményt elérni. Én gratulálok neki, és egyébként mindenkinek, akit esetleg fikáztam, azoknak is gratulálok, mert legalább bizonyítanak, az más, hogy nekem más a véleményem, de mindenki nagyon ügyes, szóval mindenki előtt le a kalappal. Lemaradtam így a versenyidőszakról, de viszont... Jó, azért te úgy tudom, nagyon sokat dolgozol, és a külföldön 10 éve már kim vagy, ha jól tudom, te ott nem csak edzősködsz, hanem mellette építőiparban is benne vagy. Nem, én inkább nem edzősködök. Szóval vannak srácok, akik megkeresnek, adjak nekik tanácsot, azoknak segítek, természetesen nem ingyen segítek, mert az idő pénz. De én odakint, amit megtanultam, az idő pénz. Nem lehet megvásárolni az időt. Ha én valakinek segítek, az csak köszönje meg, tegye össze a két kezét, ha kap egy rendes edzéstervet. Mert azt hallottam vissza rengeteg helyről, sőt, én nem kérdezem, de nekem mondják, hogy milyen edzéstervet írt neki XY, és hótszar, amit írt neki, nem reális, nem kivitelezhető, nem logikus, étrend az meg katasztrófa, amiket írnak, szóval nem versenyzők ezek, nem lesznek versenyzők, átlag emberek, nekik nem lehet ugyanazt írni, mint persze, magunknak. Persze, persze. Ugye, és én kint vagyok, építőiparban is benne vagyok most már, aprócska ember vagyok, de ez nekem ez nagyon jó. Takarítócég megy már 3-4 éve megy a takarítócég, ugye a luxusvillák, ez az amaz takarítása, és megtaláltam a számításomat odakint, igaz, nagyon nehéz volt. Szóval én itt elveszítettem a munkámat Magyarországon, az edzőterem tulajdonosa annak idején, Krisztián odajött, és egyszer csak 6 év munka után, ugye miattam rengetegen jártak oda, csináltam egy jó közeget ott, volt 25 emberem, volt, hogy volt 30, de már nem bírtam, annyi embert nem lehet leedzeni. Átadtam más edzőknek, adtam hozzá edzéstervet, segítettem, jó indulatú voltam. Egyik nap leültetett minket, és akkor jó, akkor ti túl jó, kerestek, holnaptól leadtok 30%-ot. És akkor mondtam, neki figyelj, vagy strici lettél, vagy mi? Tudod? De esküszöm. Szóval nem tudom, te mit szólnál, ez holnap egy ilyet vágnának rád. Mert azt mondja, hogy üljük le, beszéljük meg, hogy esetleg tudnátok-e, én is szeretnék. Nem ő menedzselt fel téged, nem ő segítette a vendégkört neked. Semmit, nem. És lejött, és így full trógerbe így bedobta ezt a mondatot. Hát én akkor még ugye nem voltam ilyen nyugodt gyerek, mint most, és akkor ezt így mindjárt felkaptam, és akkor mondtam neki, jó, akkor most itt befejeztük, mondom, ne szólj hozzám többet. Mondom, egy tróger vagy, egy senki, mondom, nem tudsz kommunikálni, egy buta ember vagy, mondom, ez az egyik, a másik, mondom, elviszek most innen legalább egy 30 embert, meg még akik csatlakoznak hozzá, mondom, ez neked nem lesz jó, de mondom, ezt itt befejeztük. És akkor még utána még ott ugrabugrált, mondtam neki, ha tovább ugrabugrálsz, akkor még kapsz is vagy kettőt, ugye ez egy kicsit úgy elcsúnyult, én nem szeretem, hogyha engem így kóstolgatnak. És akkor ugye ez megtörtént, ez a sztori, utána én átmentem egy másik terembe Debrecenbe, az már nem az a közeg volt, nem abba a központi részbe volt, és én anyagilag itt szépen mentem lefelé. Mit csináltam? Nem tudtam mit csinálni. A verseny előtt? A verseny előtt egy héttel
Elfogyott a pénzem, nem tudtam kimenni Arnold Classicra, amatőrre, és úgy beszáradtam, 96 kiló voltam, hogy itt keresztbe, ugye innen jön egy ér, és akkor még itt az orr alól, ugye a szem mögött jön el az ér, és az az ér itt végigjött az arcom, és végig látszott. Szóval az már nagyon csúnyán be volt száradva az a test, és már akkor 8 hónapja diétáztam, és arra nyomorult Arnold Classicra akartam elmenni, és egy héttel előtte már elfogyott a pénzem. Most ha elfogy a pénzed, nem tudod megcsinálni, nem tudsz kijutni Spanyolországba, pedig be is neveztem, ugye előtte egy évvel, ugye Ubernél, ugye kell befizetni, pecsét, stb. Igen. Ismeritek ezt a sztorit. És akik voltak mellettem előtte, még jól álltam anyagilag, senki nem segített. Szóval senki nem mondta azt, hogy Tibi, elviszlek. Vagy gyere, mit tudom én, hanem mindenki, most nem érek rá, vagy nem vette fel a telefont, vagy kifalsult. Szóval ezek is szétcsúsztak ezek a kis dolgok, és akkor mondtam nekik, jó, akkor nektek egy nagy ezt nektek. És kimentem külföldre. És azóta ott berendezkedtél akkor. Így van, lefogytam, hajléktalan voltam kb. 3 hónapig, szóval azt azért tudni kell, télen, az brutál. Osztrákoknál vagy a németeknél vagy ki osztrák, most? Osztrák. Ugye Felső Tirol. És ugye addig mentem, ugye pont mint a sportban is, hogy oda teszed magad, hogy megtanultam a nyelvet, mosogattam vagy 2,5 évig ugye egy ilyen luxusabb étteremben, szarrá dolgoztam magam, voltam 80 kilóban, fotó is róla, akkor már kaptam szállást, ugye utána megtanultam a nyelvet, utána elmentem másik céghez dolgozni, takarítani, utána ott megtanultam mindent, utána így szépen így fejlődtem felfelé, és akkor igazából akkor volt anyagilag nagyobb kirobbanó előrelépésem, hogy most azért elég jól állunk, hála jó Istennek, nem panaszkodok, hogy mikor összejöttem Barbie-val, a mostani párommal, mert ő is olyan, mint én, ugye 2,5 éve lassan, hogy dolgozik, oda teszi magát, intelligens, jó, ő nem ilyen, ő nem beszél így, mint én, szóval én vagyok a sötét oldal, ő a világos oldal, egyébként ott ül, de nem akart szerepelni, és ő neki is köszönhetem főleg ezt, hogy ennyire előre haladtunk, szóval úgy, hogy 8 hónapig, meg még fél évig le volt zárva minden, most vettem egy nagyon drága autót, ugye vettünk egy nagyon drága autót, egy Jeep Cherokee-t adták, egy limitált széria, nem. Akkor lényegében onnan indultál, hogy hajléktalanként kezdted a pályafutásként, nagyon szépen összeraktátok dolgosan a mostani jeleneteket. Igen. És ezáltal újfent, új erővel, ha jól tudom, bele is vágtál a versenyfelkészülésbe megint. Így van, pontosan. Szóval most már megtehetem azt, vannak munkások, akik dolgoznak nekem, megtehetem azt, hogy nem megyek dolgozni, hanem lemegyek edzeni. Vagy megyek dolgozni, de akkor hamarabb végzek, a többit megcsinálják a fiúk, vagy a lányok, és akkor én utána tudok készülni. Igen. A párom megcsinál nekem minden kaját, és ráadásul vagy 5 végzettsége van legalább, még nekem vagy 2 vagy 3, ugye? És ugye ő meg odafigyel arra, hogy én mit eszek. Ha tömegnövelek, akkor megcsinálja a tálca süteményt, és akkor egyed megfelé. És mondom neki, hogy de már ekkora a belem, meg ne foglalkozz vele, az összehúzódik, csináld. Úgy csináld, ahogy kell. Úgy, ahogy eddig csináltad, mert az jó volt. És ő támogat ebbe, érted? És odafigyel rám, és a diétás kaját kérek, mint a múltkor, most 10 kilót leadtam azért, mert már tényleg majd megfulladtam magamtól, meg úgy láttam, hogy sok a zsír, sok a felesleg. Ugye nem edzettem 8 hónapig, hát hogy ne jött fel, mint az állat, mert én ugyanúgy tömegeltem, csak nem tudtam edzeni, csak kimentem a szabadba, ez az amaz, de mindjárt megjött. Ja, hogy zárva voltak a termelési. Persze, de én ugyanúgy tömegeltem, szóval ugyanúgy kajáltam, attól függetlenül, de sok zsír jött fel. Most abban lement 10 kiló, múltkor diétáztam egy hónapot, nem is kardioztam, 10 kiló pikpak lement, 10-valahány centi lement a derekamról, szóval ő ebbe támogat is. Ugye eddig mindig egyedül csináltam végig a versenyeket. Most egy sokkal stabilabb körülmény van, ahogy érzem, van egy társad benne, támogat. Így van. Megvan most már az anyagi helyzet hozzá. Mi a cél, melyik verseny? Mit tűztél ki? Igazából... Vagy melyik, egyáltalán melyik szezon? Igazából jövőre. Jövőre? Jövőre, hogyha nem lesz lezárás, megint ez a baromság, amit csinálnak, ugye, akkor őszre. Szóval azért
Arnold klasszik sokszor elhangzott a szádból, gondolom cél. Igen, mert szeretnék találkozni Arnold Schwarzeneggerre, ugye példaképem, egyik fő példaképem, ugye ő miatta kezdtem ezt az egészet főleg, és ugye én úgy tudom, hogy ott van a versenyen. Nem mindig, de... Eljött. De én is, mikor indultam, akkor eljött. Na milyen nagy dolog azért. Átunk, szóval ő az Isten, ő a király. Átunk a backstage-be, és annyira ment el tőlem, mint ahogy most te. Igen. És mindenkihez volt egy jó biccentése, egy mosolya. Így igen, van. Jól nézel ki, igen. Ez az, perfekt. Igen. Mutogatott mindenkinek, volt egy gesztus, és ott állt az Istenünk. Így van. Minden szempontból. Ez így van. És nem hiszed el azt az élményt, így komolyan. És én ezt szeretném, és ott még, hogyha egy jó eredményt el tudok érni, mert szerintem ha jól megcsinálom, csak az a baj, hogy te kérdezed, hogy milyen kategória. Nekem kéne kérdeznem titeket, meg azokat az emberek, akik most indulnak, hogy engem hova sorolnátok, milyen kategóriába. Hát estépítő nehéz súly, tehát te ott fogsz indulni. Így van. De nem a 100 kiló fölötti, hanem a 100 kiló alatt. 10 kilónként van tagolva. 10 kilónként. Legalábbis 5 kilónként, nem? Én 2013-ban indultam. Úgy tudom, 5 kilónként van már most. 13-ban 10 kilónként úgy is, volt. Úgy is össze volt. Igen, de mindegy. De fel kellett szerintem azóta jobban tagolni, mert amikor én indultam a 90 kilóba, 35-en voltunk egy kategóriába. Uh-huh. Úgyhogy brutál volt, és abból kiszedték a 15-öt, az ment tovább, abba bekerültem, és utána onnan szedték ki, ott a 15-öt berangsorolták, de hát ugye mindenki a top 6-ba akart kerülni. Uh-huh. Nekem az nem sikerült. Én is 7. lettem, mint a Béci, de valós 7., mert 15-ig rangsoroltak. Uh-huh. Úgyhogy eltelt az idő, ez 13 volt akkor, de tényleg szó, ami szó, Arnoldot nagyon nagy élmény élőbe látni. Hát, egy jelenség. Magas, széles, még idősen is. De azt röhögöm, hogy vannak a mostani emberek, szóval megnézed Lou Ferrignot. Öreg. Kétszer akkora, mint a többi testépítő. Maga az ember. Szóval szörny. Hát nem hiába játszott annó a Herkulest élő magába. De hogy nézhetett ki akkor, amikor csúcs 70-es évek, 80-as? Vagy Arnold, hogy nézhetett ki 56-os száraz karra, hosszú, vastag, a háta akkora volt, mint Doriennek, nem olyan vastag, mint úgy, de ekkora. És akkor a maiak mit tudnak felmutatni, ami jobb? Igen. Valamelyik, akárki, bárki mondja, írja alá majd a műsorban, hogy mi mutasson nekem jobbat. Ki jobb? Arnoldnál, vagy mit tudom én, Flex Wheeler-nél, mikor csúcson volt. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Ő mai napig nem lett überel. Nem. Nem. Szóval itt van ez az izé is most, ez az egyiptomi gyerek, ez a torzarcú. Igen, szóval, igen, a Big Remy. Az. Big. Na, az számomra sem áll. Gusztustalan. Szóval, én is inkább a klasszikus vonalakat szeretem. És ha irigy lennék, azt mondanám, hogy na ez a füzes egy irigy, de az a baj, hogy én nem vagyok irigy. Engem az bosszant, hogy még nem kaptam meg azt az elismerést, ami engem bosszant, amit megérdemeltem volna Magyarországon, és miért nem? Mert megmondtam a véleményem, megmondtam, hogy nem kell a támogatásod, mert ez nekem nem plusz, mínusz, bazd meg. Plusz, nem akarok a gyerekeknek hazudni, hogy a Krea Alkalin, vagy a fasz tudja, micsoda jó, vagy a Skytechnek, a nem tudom milyen jó, az közben felfújódik tőle, nem tudja emészteni, mert nem olyan a terméknek a minősége. És akkor miért ajánlom a külföldit? Nem kapok senkitől semmi támogatást, azért ezt próbáltam, és azt adom tovább a fiataloknak, amit én érzek. Mert ha már én érzem, aki rengeteg gyógyszert azért magamban nyomtam, az év tizedek során, akkor az a cucc jó. Amit én nem érzek, az nem jó. Értelek. Különben abszolút értem, amit mondasz. Én is ugye a 2000-es évek elejétől már használom a táplálékegészítőket, ugye, és nagyon nagy különbség volt egy multipower, vagy egy magyar gyártmány között. Tehát igen, hatalmas igen. Különbség volt fényéve. Várjál, ezzel kapcsolatban ezt el ne felejtsem. Legnagyobb tömegnövelésem Winstroll. Winstroll tömegnövelés? Az inkább általában mindenki formában hozom. Mindenki szálkás, egy nagy fasság. Amit esze, az vagy. A Winstroll az eredeti még, amit Spanyolországban gyártottak a bikáknak, ugye, hogy izomtömeg legyen van, rajtuk. Igen. Még az eredeti, ott nem látsz, nem is kapsz soha. Na az, attól heti négy naponta egyet toltam, 12 hétig, emelókreatin. Igen. Emelókreatin, semmi tápkieg, és ettem napi háromszor, 54-es lett a karom, 42-esről, három hónap alatt, 54-es, baszki. Akkora lettem, mint azok a bikák, amik hogy nőnek, csak eszik meg nő. És ezt, hogyha elmondom, nem hiszi el senki. A combom valami 84-es volt, most se akkora, valami 74-es, vagy nem is tudom. Olyan erő volt bennem, meg olyan tömeg,
hogy majd megfulladtam magamtól. És ezt már most nem tudod produkálni, és most kérdezhetnék, azt is szokták kérdezni, hogy növekedés itt nyomsz, Tibor? Nem, Tibor, nem nyom növekedés, próbáltam, de nem éreztem tőle semmit. Mondják, hosszú távon fejtik a hatását, de nekem se anyagilag nem ér annyit, meg azért képbe vagyok én gyógyszertanilag eléggé, hogy mi az, ami jó. És az, ami jó, és abból amennyit kellene nyomni, az még én jól állok anyagilag, nem mondom, mennyit keresek havonta, de még nekem is megterhelő. Irreális nagyon irreális. Az. Irreális. Igen. Igen, igen, igen. És a másik meg minek? Szóval 50-es akarom most is, kicsit nagyobb leszákásítok, akkor is ugyanekkor akarom, 49-49,5 szákásan. Ugye itt inkább már a formára kell koncentrálni, nem arra, hogy még izomtömeg, mert az már elcsúfít, akkor már nem tudsz olyan eredményt elérni szerintem. Igen. Kivéve egy-két versenyen, ahol nem tudom miért úgy pontoznak, volt már olyan is, hogy egy ilyen nagy kövér disznó, majd meg fulladt, bele ekkora volt, és azt pontozták. Valami francia volt, ez nagyon régen volt. Nakon volt. Mindenki nézett. Ki ez, mit keres itt? Voltunk 90 kilók, az meg 120. Magasság szerint. Small kategóriában. Én is alacsony vagyok. Na visszatérve, hogy nekem sincs szponzorom, tápkiekben nincs igazából érdekem dicsérni semmit. De régen nagyon nagy volt a szakadék, ugye a magyar gyártmányok és a külföldi között. Most már azért nagyon erősen fölzárkóztak. Ezt meg kell, hogy védjem őket. Ugye nem tudom, hogy külföldön mennyire szoktad beszerezni a mai magyar termékeket, de régen nagyon nagy különbség volt egy amerikai Gaspari meg egy német Weider termék között és a magyarok között, mert magyartól puffadtál, fostál, a színezék meg az édesítőanyag az olcsóbbik verzió volt benne meg ezért. Meg szénhidrát helyett például nagyon sok termékben, tömegnövelőben zab örleményt tesz. Minek? Súlyát nyomja? Jobb, az tény. Fehérje a legjobb, és mellé rendesen enni ugye az egyéb táplálékot, nem arra gondolok, hanem hogy milyen szénhidrátot rak bele. Mi az összetevő? Például, amit én szoktam, tömegnövelőt, például a mutant mass szoktam, 51%-a, ha jól tudom, fehérje. Szóval 7 kilóból a fele fehérje, a többi az mind olyan szénhidrát, ami azonnal felszívódik, vagy legalábbis gyorsan. Egy kukorica keményítő, meg a szem meg ilyenek. Minden olyan van benne, ami az izomnak és a csonnak kell. Nem zabbal vágom tele, érted? Most nem mondom melyik termék, mert így is kifeszültök ettől a videótól. És amikor neked jön a diétás időszak, mert azt megbeszéltük, hogy tömegelésnél ugye mindent teszel, kalória a lényeg, beviszed a megfelelő fehérmérséget, és azon felül mindenféle melyik kalóriát. Melyik pluszba, ami belefér, így van. Diéta neked hogy néz ki? Ott azért szigorodik ez a miből mit tehetek? Persze. Először szépen úgy szoktam csinálni, hogy elveszem a tejterméket. Kivéve a túrót, azért az még marad egy darabig. Esetleg kefirt, hogy ugye a emésztés, így az emésztés bélbolyhoknak ugye kis ízek működjenek rendesen, ami kell, emésztőenzimek meglegyenek, mellé tejtermék teljesen kilőve, kenyér, sajnos imádom a kenyeret, és az én vércsoportomnak kurva jó a kenyér, szóval a gabonafélék iszonyat jól. Jó töltenek. Így van, megeszek egy nagy darab pikszalámit, ekkorát, van benne nem tudom mennyi kalória, mennyi fehérje, ugye sűrített, ugye szárított hús, hozzá zöldség, vagy hagyma, vagy akármi más, a hagyma nagyon jó, szteroid, ki kell üríteni a mérgeket, hagyma, mossa az egész érrendszert, vesét, stb. Csak egy példa, de hogy büdös lesz a szár, mossá fogad, vagy nem tudom. Akkor hozzá egy nagy házi kenyér, ugye a glutén, ezt el ne felejtsük, a glutén most azt fogja átvenni a szerepet az összes betegség közül, ami létezik, de a glutén fogja nyílni az embereket folyamatosan, mindenféle betegség, két faja van neki, ugye vannak a reumatikus betegségek, meg van ugye, ami a idegrendszerre, hát mindenre rámegy, a belszervekre, mindenre. Ennek két variációja van, ugye egy doktornak néztem pont az előadását, és az elmondja pontosan, hogy miről van szó. Ezt még így nem tudják, de ez a gabonatermékek annyira rosszak, hogy muszáj megkeleszteni azt a kenyeret, nem gyors keresztővel, hanem érdemes végigjárni azt, hogy kell kenyeret sütni. Erről tettem is fel videót, hogy ne, ha lehet, ne 60 évig éljünk, hanem nem tudom, hát jó lenne 120-ig, de nem lehet, de még úgy is jó lenne. Ha jól tudom, receptkönyvet is tervezel. Így van, receptkönyvet tervezek, belerakok olyan ételeket, amikkel én szoktam tömegelni, az én szoktam diétázni, ugye ennek lesz egy
igényes borítója, csak még nem találtam olyat, aki ezt összeszerkeszti, mert én lefotózom, meg összerakom a kaját, vagyis nem én, hanem a párom Barbie, ezeket megcsinálja, és akkor, de ugye az az én a sztorim, ugye, és ugye ezt kivitelezzük, ez belekerül egy könyvbe, és ezzel is segíteni akarok az embereknek. Csak nem tudom ennek milyen anyagi vonzata van, hogy mennyi egy könyv. Tehát én nem egy ilyen újságpapírt akarok kiadni, vagy egy ilyen igénytelen valamit, hanem ugyanúgy, mint a filmet is, amit meg fogok csinálni, nem tudom még, hogy rakom össze, vagy mint, de egyébként nem nehéz, szóval 5 forgatásból össze lehet egy óraanyagot vágni. Most a mostani felkészülésedet azért rögzítitek? Csinálod? Igen, 1-2 videót, de jobban kellene. Szóval valamikor van velem olyan, aki tud jó videót csinálni, van, aki nem tud egyáltalán semmit, szóval odaadom, hogy légy szíves, vedd már fel, és vettem egy ilyen állványkát, amin itt vannak ezek a kamerák, rögzítők, és akkor próbálom ezeket összerakni, de hát én nem, szóval nekem se időm, se idegrendszerem nincs rá, de össze fogjuk hozni, szóval az a film az el fog készülni. Hát ez mindenképpen sok sikert kívánok. Esetleg most csak egy kirándulás, vagy titok, nem titok, hogy Magyarországon vagy? Mert ugye ezt most mi próbáltuk összehozni, hogy találkozzunk veled. Többek között ezért se ültél még itt, igen. Mert ugye te folyamatosan külföldön vagy. Én ezt ilyen hobbiból csinálom és szeretetből, és nekem is nehéz ide eljutni, de szerencsére össze tudtuk hozni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy eljöttél. Most mi járatban különben erre felénk? Igazából vadász vizsgára készülök, ugye? Szintén a hús miatt ugye nagyon sokan állatvédők vannak, de sajnos az állatvédők nem látnak bele abba, hogy ha a szarka nincsen kilőve például, akkor ugye az elfogyasztja a kis csibéket, mondjuk a fácánokat, és azért kell kilőni ezt a nyomorultat, mert elfogyasztja, és utána a populáció meggyengül, szóval nem lesz annyi fácán, így is alig marad belőlük meg valamennyi, vagy a nyúlból, vagy ebből abból, meg a gólya is egyébként megeszi, de az is védett madár, ugye? Az úgy bekapkodja szépen a kis csibéket, meg amit talál, bármit. Úgyhogy ezeket nem tudják az állatvédők, csak az, hogy szegény, meg így, meg úgy, de ugyanúgy megeszi ő is a húst. Szóval az izomnak a legjobb a vadhús, legalábbis nekem. És ha én megeszem, akkor megeszel egy vörösboros, egy, tudom, egy marhapörköltet, vagy egy vadhúst megeszel, akkor érzed, hogy feltöltődsz, egy kis krumplival abban van, meg egy kis keményítő, kis savanyúság, megiszol egy ilyen feles pálinkát hozzá, hallod, szétvered a termet. Nincs jobb, mint érted, a vörös, szóval... vagy a, meg a vadhús. Így van, és ezért teszem le, ezért vagyok itthon, hogy ugye most tanulom, most lövészet lesz hétvégén, szétlövöm a vállamat. Igen, úgyhogy most oda készülök, meg azért is kerültem, én több emberrel beszéltem, ugye több helyen voltam, én edzőtermet fogok nyitni odaként. Ezt azért körül kell járni, és ugye nálatok ugye összetudunk az én pénztárcámhoz mérten rakni egy nagyon jó termet. Árértékarányban ez nem kétség. Így van, szóval azért képbe vagyok most már egy-két helyre, meg szétnéztem én, de amellett meg itt családiasan fogadtatok. Szóval nem úgy fogadtok, hogy na leülünk, és akkor nagyonnak mennyi van a zsebébe, hogy most akkor nézzük már meg, hogy itt tudom én, csak mutatok egy példát, hogy mit tudom én, van aranykártyája, vagy nincs. Szóval csak ilyen sztorik, érted? Nem, itt úgy fogadtatok, hogy ha vásárolsz, vásárolsz, hanem nem, ez van, szeretettel, időt, és hogyha problémám lesz, akkor tudtok segíteni bármibe. Ez nekem nagyon fontos, én ezt így érzem meg azért, hogy látom ki milyen, és meg a megbízhatóság. Úgyhogy azért is vagyok itt is, hogy majd a termet, ugye hát tavasszal szeretném megnyitni, igazából még leülünk egyszer-kétszer, átbeszéljük ezt a dolgot, és akkor utána, hogyha megvan minden, és találtam tényleg egy olyan fix helyet, ami azért ott elég nehéz olyan helyet találni, szóval nincs 1000 négyzetméter. Ez nincs, ott Tirol környéken, ahol Tirol, most vagy? Tirol, így van, Innsbruck, Salzburg között, bárhol lehet, és olyan helyen akarom, olyan frekventált helyen, ahol megközelíthető minden oldalról, mert olyan termek vannak, képzeljétek el, hogy nem fitness, hanem nem is tudom elmondani. Szóval nincsenek súlyok, nincsen... Inkább ilyen wellness az bemész, egész, nem? És akkor köszön neked, nincs szája, nincsen szája, mint nekünk magyaroknak, meg mint a magyar nőknek. Úgy néz ki a férfi, mint a nő, ilyen szája van, köszön. És akkor megkérdezi, hogy mit tudom én, mit szeretnél, mint a was brauchen Sie, oder was brauchst du, ugye parasztosan. Nem, was wirst du?
És ugye ettől kiégsz azonnal a pultnál, hogy ezt, vagy rátszol. Nincs meg az a családias nincsen közeg, semmi kedvesség. Barát. Ugye átmegyünk Olaszba mindig úszni, oda a tengerparton, mert nincs messze tőlünk, igen, olyan, mint ha lemennél a Balatonra, igen. Csak mi a tengerhez megyünk, és ott kedvesek, mit szeretne, mosolyog, na ez nincs. És hogyha én ezt tudom referálni, tudom nekik ezt nyújtani, hogy kedvesség és odafigyelés, akkor ez nagyon jó pénz. Ugye ebben már nem megyek bele, jobban, hogy valaki megcsinálja. Ugye helyettem. Hát ez nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm és szépen. Én hiszem, hogy ezzel a Zolival nyelbe fogjátok ütni, és ahogy Zolit ismerem, szerintem ezt végig is fogjuk követni. Na, én még azt is kinézem belőle, és társa lennék hozzá, hogy kimegyünk és kipróbáljuk azt a termet. Lehetne és sírálni. Csinálunk ott egy jó kis forgatást. A nyáron bukaszkodni ott a jéghideg vízben. Abszolút. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre személyesen találkoztunk, Tibi. Örülök, hogy megismertelek. Jó volt veled tényleg egy ilyen baráti, kötetlen sportolói beszélgetést ejteni. Ez nekem is egy nagyon jó pillanat volt. És sok sikert kívánok minden tervedhez. Jó, nagyon szépen köszönöm. Többet sajnos nem tudunk beszélni, mert nem fér bele az időbe, de lehet majd lesz egy másik adás, hogyha már esetleg a filmmel készül, vagy valami a könyvvel készül, vagy az edzőterem, ha végre már azt nagyon várom, hogy meglegyen. Én a Mania Fitness nevében mondom, hogy ha te Magyarországra jössz, akkor mindenképp jelentkezz be hozzánk, és üljünk le újra, és beszélgessünk, mert nagyon sok mindenről tudnánk szerintem a sportba, sok közös témánk is lenne, mind a ketten 16 évesen kezdtük, mind a ketten hasonló nézetekkel, de, és ugye mi nyitottak vagyunk feléd, gyere, szeretettel látunk, és sok sikert mindenhez. Köszönöm, és gyúrjatok, jó? De keményen, nem buzisan. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és remélem még sok ilyen nyitott ember lesz itt az adásban, és mondjátok el őszintén, hogy mi a valóság, jó? Mert az embereket már most nem érdekli a hazugság, az ott van a politikában, ott van mindenhol, nem erre kíváncsiak az emberek. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!